Drámaian nő az új koronavírusos fertőzöttek száma az Európai Unióban. Olaszországban már több mint 10 000 eset van, 630-an életüket vesztették. Franciaországban 2000-hez közelít, Németországban 1300 körül van a fertőzöttek száma. Merkel kancellár szerint a több mint 80 milliós lakosság akár 70%-a is elkaphatja a vírust. Fegyelmezetten, megfelelő távolságot tartva állnak sorban az olaszok a szupermarketek előtt. A járvány miatt ugyanis korlátozzák azok számát, akik egyszerre bent tartózkodhatnak az üzletekben. Én nem aggódom az élelmiszerellátás miatt. A hatóságok mindenképp biztosítani fogják a gyógyszerellátással együtt, vélekedett egy milánói lakos, aki szerint még szigorúbb intézkedések következhetnek. Például bezárhatnak az üzletek, leállhat a tömegközlekedés, és mindenkinek otthon kell majd maradnia 2 hétig. Az olasz kormány a további szigorításokat aggályosnak tartja. A polgárok egészségének a megőrzése minden más alkotmányos aggállyal szemben előnyt élvez. A további korlátozások azonban hatással lehetnek a szabadságjogokra, így ezeket alaposan meg kell fontolnunk, mondta az olasz kormányfő. Olaszország a járvány európai gócpontja. Kína után itt regisztrálták a legtöbb fertőzést, szám szerint több mint 10 000-et. Németországban már 1300 fertőzöttről tudnak, 3 beteg pedig meghalt. Legutóbb egy neustadti iskolát zártak be egy gyanús eset miatt. A kancellár szerint az ország több mint 80 milliós lakosságának nagy része elkaphatja a vírust. A lakosság nem immunis a vírussal szemben, és megfelelő terápia sincs, így akár az emberek 60-70%-a is megfertőződhet, jelentette ki a kancellár, aki szerint határzárra nincs szükség. A 27 uniós tagállam kormányfői videokonferencia keretében tartottak válságtanácskozást. Az EU vezetői kijelentették, Brüsszel 25 milliárd eurót különít el annak érdekében, hogy enyhítsen a járvány gazdasági következményein.